Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ahogy látjátok, a hajmat begöndörítettem, viszont tegnap, úgyhogy az is meglátszik, hogy már nem tökéletes. Viszont holnap lesz egy fotózásunk, úgyhogy nem akartam már hozzányúlni. Egy olyan videót hoztam ma nektek, amit rengeteget kértek tőlem. Nyilván a címből ti már tudjátok, hogy miről van szó. Sminkkollekciót rengetegszer kértek. Nagyon szeretnétek látni, hogy milyen termékeim vannak, és miket használok nap, mint nap. Nem mondom, hogy rengeteg sminkem van, viszont van bőven, úgyhogy arra gondoltam, hogy szétszedem nektek részletekre, mert egy videóban nem nagyon férne bele az egész kollekció. Úgyhogy a mai részben, az első részben mondhatjuk így is, a rúzsaimat hoztam el nektek, amit meg is mutatok egyébként ebbe a kis táskába tartom őket. Ez egy Alissa Beauty-s kis sminktáska, neszeszer, és nincsen tele. Egyáltalán nincsen tele. Már itt vannak előttem a rúzsok, kipakoltam őket. Arra gondoltam, hogy először csoportosítom őket, és megpróbálom egyesével megmutatni, hogy hogy állnak rajtam, viszont abban nem vagyok biztos, hogy mindent fel fogom tudni kenni, mert azért nagyon sok matt rúzs van benne, ami azért nagyon szárítja a szájat, főleg, hogy folyamatosan le fogom törölgetni. De a kezemen fel fogom nektek venni swatchba az összeset, és meg tudjátok nézni, hogy hogy állnak. Azt se tudom igazából, hogy hol kezdjem, de szerintem kezdjünk neki, és először mutatom azt a három rúst, amiből nagyon nehezen tudok egyébként újakat venni. Rengetegszer kérdezitek meg, hogy milyen rúzs van rajtam, amikor ezeket hordom, és talán az összes rúzsomat együtt nem kérdezitek annyit, mint ezt a hármat, és ez a három az Aden-től van. Van egy nagyon szép nude színem, van egy kicsit rózsaszín ebben, és egy ilyen narancsosabb, barnásabb árnyalat. Azt nem mondtam el egyébként, hogy ebbe a kis karajás toltartóba vannak a szájceruzáim. Van olyan rúzs, sok olyan rúzs van, amihez a saját szájceruzája van, viszont nagyon sok van, amihez tudjátok, csak másik márkából tudtam összeválasztani. Most nem fogok szájceruzát használni, de megmutatom ezeket. A legutolsó videómban, amikor lovasboltba voltam vásárolni, akkor ez a rúzs volt rajtam. Rengetegen írtatok, hogy milyen rúzs ez, és most el is mondom, hogy a 06-os színkódú Aden matt rúzs. Nagyon sok ilyen nude színem van, ezért most ezt nem is fogom felkenni, ezt láthattátok már nálam rengeteg képen, rengeteg videóban, ugyanúgy, mint a rózsaszín változatát, viszont ez az egyik kedvencem, úgyhogy ezt most megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. De előtte mindenképpen felkenem nektek ide a kezemre, amit aztán majd közeliben is megmutatok nektek, hogy hogy néz ki. Tehát itt van a három szín, felül van, látjátok, a barnásabb, alatta van a teljesen nude, és alatta a legalsó, pedig a rózsaszínes. Remélem, hogy nem kenek semmit össze. Ez az első színünk, nekem az egyik személyes kedvencem egyébként az összes rúzsom közül, ami van, és ami miatt nagyon szeretem ezeket az Aden-es rúzsokat, kettővel ezelőtti videómban, ahol a brass sminket készítettem el, ott mondtam nektek, hogy a hétköznapokban is szeretem azért egy kicsit túlhúzni a számat, és egy kicsit próbálok növelni a volumenén, és ezek a rúzsok nyilván egy jó szájceruzával együtt tökéletesen alkalmasak arra, hogy egy kicsit túl tud húzni és teltebbé varázsold a szádat. Ja, itt van nálam egyébként a kis neutrogénás sminktörlőkendőm, úgyhogy le is szedem. Amit egyébként még szeretek ezekbe az Aden-es rúzsokba, hogy nem fogják be a bőrömet. Nagyon sok olyan matt és velvet rúzsom van, ami befogja a bőrt, és miután leszeded, órákig ott van. Kezdem egyébként összekenni magam. Nyilván az alapozom teljesen lejött, úgyhogy ezt ide készhez rakom. Ugyanazt a Catrice-es alapozót fogom most is használni egyébként, amit az arcomra is. Nyilván a szám körül már nem lesz tökéletes az alapozás, úgyhogy ettől tekintsetek el, legyetek szívesek. Viszont szeretném mindenképpen lealapozni a számat, hogy a rúzsnak a valódi színét lássátok, és ne üssön át a saját számnak a színe. Nem is tudom, hogy hol folytassam. Először szerintem végigmegyek nektek a folyékony matt rúzsaimon, és utána lépünk tovább a stickekre, ugye a kicsavarhatós rúzsokra, és a végén megmutatom nektek a szájfényeket. Úgyhogy a következő az ez a kis karolyás rúzs, Wonderfix No Transfer Lip Color, 19-es szín. Ez egy tipikus hétköznapi smink, amit ha fogalmam nincs, hogy milyen kedvem van és milyen rúzs szeretnék felrakni, mi illik legjobban a napomhoz, a dolgaimhoz, akkor biztos, hogy ehhez nyúlok. Nagyon szeretem, iszonyatosan folyékony, majdnem, hogy vízállaga van, de amikor felkened, gyönyörű és nagyon szépen egész nap tart.
mutatom nektek a kezemen. A következő rúzsról beszéltem már nektek, és láttátok is már rajtam, viszont ez az egyik szívem csücske. Nagyon hasonló a többi matrúshoz, viszont nagyon különbözik is. Imádom az applikátorát. Picikét meg van hajlítva, és csúcsos a vége egy kicsit, ami miatt nagyon szépen tudod felrakni, és a legalsó ugye ez a szín. Nekem ez az a szín, amit ha felkenek, tökéletes a színe és nagyon szeretek, viszont hogyha egy kicsit oxidálódik, akkor már túl sötét, és akkor ez pedig így néz ki. Megpróbálom azért az arcom többi részét nem teljesen szétbombázni. Most értünk el a rúzs kollekciómnak azon a részéhez, ami tényleg fel fogja adni itt a feladatot nekem, a Kylie Cosmetics-es rúzsaimhoz. Talán ezzel a résszel kezdeném ezt a legegyszerűbb megmutatni. A mini kollekció, ez a 2017-es, azt hiszem, 17-es karácsonyi kollekcióból van. Van belőle pár szín, amit nagyon szerettem, van belőle olyan, amit alig használtam, viszont ezek azok a színek, amit valószínű, hogy meg fogok nektek mindent mutatni, már amiben van. Egyébként ezt most veszem észre, hogy ebbe annyira nincsen, hogy átlátszik már az üveg színe, viszont annyira cuki. Tehát 5 színem van itt nekem, amit nem tudok, hogy, mert a mini kollekciók mindig 6 darabosak. Úgyhogy egy színt valahol elhagytam, vagy talán csak elfogyott, és nem tudom, lehet, hogy kidobtam. Van itt nekünk egy Kristen Wiksen Love Bite Moon Angel. Megpróbálom nektek a kezemre azért felrakni ezeket a színeket, bár ezt úgy látom, hogy esélytelen. Ez csontszáraz, úgyhogy ezt le is törlöm, és mindjárt helyettesítem egy másik színnel. Fordított, nem tudom fordítani a kezem. Itt van minden a kezemen, fel fogom kenni a színeket, és megmutatom, mert ezek érdekes színek, és nagyon keveset is használom őket. Az első, amit felkenek, az a Moon. Tehát ez a Moon szín. Most, ahogy érzem, sokszor beleesem abba a hibába, hogyha van valami olyan termékem, legyen az parfüm, vagy smink, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak még, amire nagyon sokáig vártam, és aztán végül megszereztem, vigyázok rá, és nem használom. És aztán egészen addig nem használom, hogy akár megromlik, akár elmegy az illata, vagy mint például ez a rúzs. Érzem már egy picit, hogy kezd összeragadni, és már nem tökéletes az állaga. Nagyon ritkán tettem fel ezt a színt, ez valahogy nekem olyan... Nem vagyok benne biztos, hogy jól áll szín. Ezt a színt nagyon szeretem. Kristen az a neve, és egy kicsit pirosas rózsaszín, de mégis olyan nagyon kis szolíd. Amit akartam nektek egyébként mondani, hogy amíg nem volt YouTube csatornám, addig ezt, amit most csinálok, rendszeresen csináltam otthon, fél évente, tükör előtt kipakoltam magamnak a dolgaimat, és próbálgattam őket, és imádom ezt csinálni, annyira szeretem, az összes sminkemet imádom. És nagyon szeretem őket átnézegetni, mindet újra megszagolgatni, megnézni, hogy mi áll jól, mi nem áll jól, és ilyenkor egyébként, miután ezt megcsinálom, általában meg szokott változni a smink rutinom, és azokat a dolgokat is elkezdem használni, amit már rég nem használtam. Nem lett túl egyforma egyébként a két oldal, de szerintem a szín az így is látszik egyébként, hogy gyönyörű. Nézem most a kis képernyőt, és ezt a színt nagyon szeretem, ez egy kedves szín nekem. Nyilván látjátok, hogy mennyire szeretem a Kylie Cosmetics-es termékeket, és emiatt fáj egyébként azt mondani, hogy a következő szín, a Wiksen egy olyan szín, ami nálam megragadta az arcfestéseknél, mert habár néha kipróbálnám, hogy egy ilyen nagyon vad, sötét lilát feltegyek a számra, sajnos nem tudom, mert ez a szín nagyon foltos, és akárhogy próbálom feltenni, sehogy se lesz tökéletes, remélem most kellemes csalódást okoz. Egyébként talán most sikerült a legjobban feltenni, amióta megvan, viszont még így sem tökéletes, és eddig akármikor próbáltam bármilyen primer tettem a számra, nyilván rúzs alá való primer, nem volt az igazi, úgyhogy milyen amúgy ilyen sötét
rúzssal, hogy nézek ki. A fogaim fehérnek tűnnek. Szedem le, és jön a többi szín. És most kezdtünk el elérni a Kylie-s rúzsokhoz, amit megint csak nem szeretek bennük, amit az előbb mondtam nektek. Ennyi idő után is iszonyatosan befogja a szájat. Meg is vagyunk a minikkel, végeztünk velük. Itt van a következő adag rúzs, amit mutatok nektek. Le is rakom magam elé, és szépen elkezdem megmutatni. Van itt nekünk egy Coco Kay színünk, ami még a legelső kollekcióból van. Nagyon szép, nagyon aranyos kis babarózsaszín. Utána mutatok nektek egy ilyet, ezt sokszor láttátok rajtam, ezt nem is fogom most felkenni. Mary, ez ugyanúgy a 17-es karácsonyi kollekció, mint az előző minik. Ezt se fogom felkenni nektek, 20. Ez a szín is, látjátok, ugyanolyan, mint a többi egyébként, egy barnás, kicsit rózsaszínes, kicsit, nagyon-nagyon picit talán lilás nude. És van itt nekünk még egy Posy K színünk, amit láthattatok, hogyha megnéztétek a bráccos videómat, ott ezt a rúst használtam. Nude, de kicsit rózsaszínesebb beütéssel. Három színünk van, amit meg szeretnék nektek ezekből mutatni. Az egyik az a Coco kollekcióból, a Khloe Kardashiannel készített közös kollekcióból az egyik szín, és ezzel is az volt a tapasztalatom, hogy kicsit foltos. És sajnos igen, ebben igazam volt, pedig ez egy gyönyörű szín, ezt nagyon sokszor használnám, nagyon tetszik, viszont nem az igazi sajnos. Ciao! Hadd mondjam el, hogy vágyom. Bence, te nagyon bele akarsz kerülni a videómba. Sziasztok, kedves nézők! Ez itt egy Rebecca videó. Ha tetszik, iratkozzatok fel. És lájkoljátok a csatornát. Bence voltam, peace. Ez az a szín, amit mutattam nektek, hogy minibe is megvan. Love Bite a neve. Szürkés, lilás. Olyan fura szín, de néha van olyan hangulatom, amikor ezt szeretem feltenni. Amíg fekete volt a hajam egyébként, akkor nagyon sokat hordtam ezt a színt. Kezd már fájni a szám, és a szám körül az alapozó az katasztrofális állapotban van, de itt van nálam az utolsó matt rúzsom, ami a Spice. Spice. Lehet egyébként, hogy egy kicsit ez is foltos. De lehet, csak én látom rosszul egyébként. És ahogy ezt letöröltem, jönnek a velvetek. Hú, nagyon befogtam most már a számat. A kezem hogy fog kinézni ezután? Két velvetet találtam meg itt a kis készletembe. Egyébként van egy olyan érzésem, hogy rengeteg ajakbalzsamom és rúzsom valamelyik táskámnak az alján van, csak nem tudok róla. Két szín van itt nálam, rózi és red velvet. Ez, hát, vagy a tavalyi, vagy ez is a tavaly előtti ez is. Tehát ez is akkor a 17-es Holiday kollekcióból van, ezt a rúst rengeteget látjátok rajtam, ez az a piros, amit a legjobban szeretek magamon, úgyhogy ezt nem is teszem fel most. És a másik velvetünk pedig a rózi. Kylie-nak egyébként a velvet formuláiba azt szeretem a legjobban, hogy majdnem ugyanazt a mattságot adják, mint a matt rúzsok, a folyékony matt rúzsok, viszont egyáltalán nem szárítja a szádat, nyilván sokkal hamarabb el is kenődik, pont emiatt, hogy nem szárad rá. Van még egyébként 2 vagy 3 velvet rúzsom tőle, de fogalmam nincs, hogy hol vannak, úgyhogy ezt megmutattam nektek. És az utolsó 3 Kylie-s rúzsunk végül is, mondhatjuk azt, szájfény. Az egyik a Candy K, másik Posy K és Damn Gina. Ez a 3 van még itt. És ezeket viszont már csak a kezemre fogom felkenni, mert ezek szájceruza nélkül tényleg nem olyan szépek.
Nagyjából egyébként fednek, de nem az igazi. A pózikké felülre fogom most kenni ugyanaz a szín, amit ugye láttatok a bráccos videómban. A candyké a kedvenc Kylie színem, szerintem ennél szebb szín soha nem lesz, a tökéletes nude. A Demgina ugyanúgy a Coco kollekcióból van, majd a Fentit e felé fogom kenni, lehet, hogy az lesz a következő, azt megmutatom nektek felkenve. Sőt, a szám egyik felére a Kylie-sat fogom kenni, a másik felére pedig a Fentiset, ami egyébként itt is van. Nem annyira tetszik egyébként, hogy ilyen nagy az applikátora. Hát ez így szerintem egyáltalán nem látszik egyébként. A Fentinek sokkal erősebb a saját színe, viszont nem olyan szépen csillog. Letöröltem a kezemet, és itt van előttem az a pár darab rúzs és szájfény, amit szeretnék még nektek megmutatni. Van egy pár olyan rúzsom, ami viszonylag régi, de még mindig szeretem őket. Annak ellenére, hogy nyilván vannak ennél már jobbak, és nem mindig használom ezeket. Ez egy Manhattan piros rúzs, gyönyörű vérvörös. Ezt imádom. Szerintem egyébként ilyet már nem is lehet kapni, de az 56-os piros szín, ha mégis akkor itt van. Rimmel London, két Moss kollekció, kicsit lilásabb árnyalat. Ezután van nekünk egy DMS Alverdés rúzsunk. Nagyon ritkán van egyébként, hogy az ilyen saját márkákba bele szoktam nyúlni így rúzs vagy smink téren. Elég kevésszer lehet egyébként jókat kifogni, viszont ez egy olyan rúzs, amit szeretek, és nem azért, mert látjátok, nincs olyan nagyon erős fedése, önmagában nem is lehet egyébként használni, viszont nagyon szép fedő, és vannak benne ilyen holografikus kis csillámok, és azok mostanában nagyon bejönnek. 40-es Fairy Tale Plum szín ez. A következő rúst még az Aréna Plázától kaptam, Trendit Ápos 472-es szín, ez egy matt rúzs, hasonló lilás szín, mint az előző, amit mutattam. Erre a rúzsra nem tudom, ki emlékszik, ez a 100 forintos sminkből van. Hát ez az, amit egyébként nem hiszem, hogy nagyon fogok használni. Látszik egyébként, ahogy befogta a kezemet az előző adag rúzs. Három oriflémes szín, ezeket szerintem még az anyukámtól nyúltam le. Mondom a színkódokat, 55-83, lilás kis csillogós szín, 55-73, ezt viszont sokat használom, 55-89, ez pedig az előzőhöz áll nagyon közel, de egy kicsit mégis melegebb tónusú. Ez az egyik kedvencem, ez egy Catrice-es rúzs, egyébként feltűnt, hogy körülbelül minden harmadikra azt mondom, hogy ez az egyik kedvencem. Ultimate Color 340-es szín, Barry Bradshaw. Ez mi? L'Oreal, ez egy L'Oreal rúzs, 505-ös Sunlit Bronze. Ez viszont rendesen barna, ezt nem szoktam hordani. Az ilyen színek kicsit sápasztanak, és ezt valamiért nem. Még egy két mosszos rimmeles rúzs, ez is piros. Ez viszont egy olyan piros, ami nekem szerintem nem áll jól, 51-es Muse Red. Sárgás, viszont nem annyira sárgás, hogy narancssárga legyen, tehát pont annyira, hogy a fogait kicsit sárgábbnak tűnnek tőle, és nem tudom, ezt az árnyalatot nem szeretem. Szerintem nem is volt kétszer se rajtam. Ez viszont két olyan szín, az utolsó kettő, amit imádok. Az egyik, az egy L'Oreal Collection Exclusive by Frida. Volt egy olyan kollekciójuk, tudjátok, egy piros kollekció, ahol hírességeknek a kedvenc pirosai voltak összefoglalva, és ez a Pure Red, ami egyébként szerintem köze nincsen a piroshoz, majd hogyha itt megnézitek, ez egy rendesen
rikító rózsaszín. Tehát látjátok, hogy ez egy iszonyatosan rikító rózsaszín, amit nagyon kevésszer tudok úgy hordani, hogy tényleg jól is érezzem magam benne, hogy rajtam van. Viszont van egy rózsaszín felsőm, amihez nagyon szeretek, hasonló rózsaszín, három ilyen smi színű rúzsom van. Az egyik, az egyébként most jut eszembe, hogy nincs is itt. Itt van még egy New York Color-ös kis rúzs. Ezt ide mindjárt alákenem, hogy lássátok, hogy nagyon hasonlít, viszont mégis van egy kis különbség a két szín közt. Az utolsó, talán az utolsó ilyen kis stiftes, rendes stick rúzsom. Egy pupás rúzs. U195-ös szín, gyönyörű piros. Ez azok közé, a pirosak közé tartozik, amit szeretek hordani. És van még nekem itt egy kis burzsóás rúzsom, bár ezt inkább szájfénynek mondanám, talán. És elérkeztünk az utolsó darabokhoz, ha jól látom, akkor van még itt nekem egy őskövületem, ez egy Astor rúzs, 07-es fuchsia szín. Ő egyébként nem is tudom, hogy mikor használtam utoljára, megérett a kidobásra, viszont ezt is édesanyától kaptam, és nem tudom, valahogy nem érzem úgy, hogy ki szeretném dobni, annak ellenére, hogy nem használom. Jönnek a szájfényeim. Nem vagyok egyébként benne biztos, hogy tényleg ennyire kevés szájfényem van, vagy csak eltűntek. Van itt nekünk egy Inglot 39-es színű szájfény. Én szájfényt magába egyébként nem tudok hordani, tehát nekem valahogy vagy szájkontúr ceruza, vagy rúzs legyen alatta. Viszont arra meg nagyon szeretem, és ez gyönyörűen csillog. Ha szájfényt veszek fel, akkor szeretem, hogyha nagyon csillog. Tehát akkor ne csak fénye legyen, hanem csillogjon is rendesen. Van itt egy nagyon szép kis barnás szájfényünk, flormáros, szép, és szeretem nagyon használni a nude színeim felé. Ez is fényes, nagyon szépen csillog. Utolsó előtti szájfényünk egy Crystal Gloss a Karajától. Ebbe nincsenek csillámok, viszont iszonyatosan magas sejemfénye van. Erről majd bumerángot csinálok nektek, hogy lássátok. Bence közben megunt és kiment. Márkó Rebeka, aki 5 óra nyersanyagot vesz fel. Nem igaz. De elérkeztünk az utolsó színhez, kedves Bence. Catrice-es Prisma Lip Glaze. Amit ugye már mondtam nektek, hogy a hologrammos dolgokért mostanában megőrülök, és ez egy extra hologrammos, és egyébként csillámos és mindenes szájfény, amit viszont felkenek nektek, és megmutatom ennek a rúzsnak a tetején. Nem tudom, mennyire látszik, a kezemen gyönyörűen csillog, jobban szeretem matt rúzsokra rátenni, mert ott ugye megül a tetején, ott marad teljesen, ezzel viszont kicsit összekeveredett, és szerintem így nem lehet annyira látni. És elérkeztünk a rúzs kollekcióm végéhez. Arra gondoltam, hogy végigmegyek az összes, hát ilyen kategórián, talán így mondom. Hetente egy ilyen smink kollekciós videó lesz. Megpróbálom kicsit rendszerezni most már a videóimat, és heti rendszerességgel fix napokon fogok videót feltölteni, úgyhogy már most mondom, hogy jövő héten számíthattok a következő kategóriára. Remélem tetszett nektek a kis kollekcióm, tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, ha bármi kérdésetek van a rúzsokkal kapcsolatban, azt a komment részlegbe tegyétek fel nekem. Ha nem vagytok még feliratkozva, akkor azt is tegyétek meg, nyomjátok be a csengőt, hogy kapjatok értesítést a videóimról. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!